Get up on the mega first one. Dobri ako, ko ću ja iskidu u lak. Istene. Ko ja iskidu u lak. Igen. Onnan jött ki a rendőrség. Mondom meg a mentő. Hamarabb kint volt, mikor láng volt a kocsi, mint maga a tűzoltók. Az úgy négyszer rá le telefonál, hogy miért nem jönnek a tűzoltók, hát lángol a lakókocsi. Úton vannak, ezt mondták, úton vannak. A 3-4 óra múlva pedig a 8-ban van a tűzoltóság, hát onnan egy 20 perc alatt ide érnek. És éjszaka, éjjel 1 órakor. És 3-4 óra múlva már mondom, akkor jönnek ki, mondom, el ott anni, amikor már leégett. Na, aznap éjjel meg kihallgatott a rendőrség, hogy volt, mint volt. Akkor bekérték a közlekedés rendőrségnek van ilyen térfigyelő kamerája, és hát pont erre van fordítva, ott a garázs felé ide van fordítva. És bekérték a felvételt, és akkor, de már ezt az embert már keresték, mert itt több autót, meg minden motorokat felgyújtott a kerületbe. Hát ilyen piromániás volt az illető. És akkor ugye a két fiam robogója a lakókocsi elé volt láncolva, letakarva a ponyvába, meg felgyújtotta. Szervusz, Janika fiam! Tudod ám, hogy holnap születésnapod van? Na, tudom, senki sem ilyen. Na, kell torta? Nem kell, hányszor mondjam el, nem kell. Hát csak azért, mert akkor itt holnapra lenne csinálva egy szép kis torta neked. Nem kell. Jó van, hát pedig a édességet szeretitek. Na, de nem kell. Telefont se tudom tölteni. El kell mennem az a Burger King-be. Van ilyen gyors töltöm, azt hozom, hogy csak vagy 2-3 órát kell bent ülnöm, hogy feltöltse a telefont. Úgyhogy mindenemben téged a fene megette, mindenem. Olyan szép kis Orion TV-n volt, 22 szoros. Szabad antennával a 13 csatornát fogtam. Még így is annak örülök, hogy az utcáról lakásba segített nekem annyi pénzt tud gyűjteni, hogy ezt a lakókocsit meg tudtam meg berendezéseket is, mikor ott turmixot, kenyérpirítóst, vízforralót, ezt mind tőlük kaptam, mert van ilyen lerakat raktárok, ahol felajánlásokat oda begyűjtik. Itt a gerle. Ez olyan szép nagy ez a gerle, és van neki párja. És akkor minden reggel de ide a fára repülnek, és akkor húhognak. Akkor van egy szarkapár, egy kisebb, ilyen kis vékony, és egy nagy. Azok minden reggel ilyen 7-8 fele mindig ide jönnek csipegetni. Szoktam neki kiszórni ételt. Na, ma itt is van a szarka. Megyek vissza, elvonnál!